Ismét közösen ünnepelhet a város lakossága. December 31-én szerdán 23 órától kezdődnek a programok a Deák téren. Hívta fel a figyelmet Piller Kata intézményvezető helyettes. A programok lényegében hasonlóan zajlanak, ahogy az előző évben. 23 órától a Music Café nevezető zenekar fogja a talpalávalót húzni hajnali 2 óráig, évfélkor himnusz és hát a megszokott tűzijáték. A szilveszteri rendezvény zavartalansága érdekében útlezárásra is sor kerül. December 31-én délután 2 órától zárják le a Deák teret. Ez azt jelenti, hogy a Cserháti Sándor utca felől már nem tudnak befordulni a Deák térre, illetve a főútról nem tudnak lekanyarodni a Deák térre. Vélhetően január 1-én déli 12 óráig megnyitjuk ezt a területet a forgalom előtt, a takarítások és az esetleges keletkezett szemét eltakarítása miatt. Az útlezárások mellett forgalomkorlátozásokra is számítania kell a városlakóknak. December 31-én 23 órától körülbelül olyan fél egy magasságáig a tűzijáték fellövése miatt. Ez az érintett szakasz a Kispostánál és az Ady Endre utca szakaszát, tehát a fő utcát fogja érinteni. De a Kispostánál el tudnak kanyarodni az Ady Endre utca szakaszán, és a végén pedig ki tudnak jönni.